Egy gyűjtő szó. Hány válfaja van a kung fu-nak? Hogy lehet megkülönböztetni őket? 365 féle iskolát, irányzatot különböztettek meg a szakemberek. Többféle csoportosítás létezhet. Az egyik egy földrajzi megközelítés, Észak és Dél-Kína. Az északi kung fu iskolák távolabbi küzdelmekben dolgoznak, távolabbi távolságról harcolnak, a dél-kínaiak azok közelebb küzdenek. Északon nagyobb a hely, többet lovagolnak, többet futnak az emberek, erősebb a lába, lábtechnika dominál. Dél-Kínában, mint a Ninchunban is, közelebbi harcok vannak, szűkebbek az utcák, csúszósabb a talaj, ott a kéztechnika dominál. De alapvetőleg a küzdelem az az összesnek a sava borsa? Nem, van egy másik megközelítés is, ahol háromféle csoportosításra osztják a 365 iskolát. Az egyik az az úgynevezett egészségmegőrző kung fu, a tai chi. Vannak az úgynevezett bemutató kung fu, a wushu, helyes aranyos kislányok förögnek, porognak, spárgáznak, felugranak. És vannak a harci kung fuk, ilyen a Choi Li Fat, a Hungár, a Shaolin, a Wing Chun. A Wing Chun is kimondottan egy küzdelemorientált harci művészet. A Wing Chun egy gondolat, egy felfogás, egy küzdelmi koncepció, ami tulajdonképpen az összes többitől különbözik. A többi iskolában általában hátrahúzzák a kezet. A Wing Chun küzdő szinte felkínálja, szinte előre nyújtja. Legtöbb stílusban elő van a súlypont, a Wing Chunban hátul. Nagyon sok iskolában magasak a rúgások, a Wing Chunban alacsony. Nagyon sokan ráfordítják azokat az ütésre, a Wing Chun nem, a Wing Chun középről üt. Nagyon sokan hárítanak és visszaütnek. A Wing Chunban ezek a mozdulatok egyszerre történnek. Tehát a Wing Chun tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a felfogását, a harci alapelveit, a küzdelmi teóriáit tekintve majdnem, hogy fordítottja a többieknek. Amikor valaki szemben áll az ellenfelével és a küzdelmet próbálja meg imitálni vagy gyakorolni, nyilván az elején félelem van. Vagy amikor már oda jut, akkor már nincs félelem benne? A Wing Chunra azt mondják az ősi kínaiak, hogy se nem külső kung fu, se nem belső kung fu, hanem valahol a senki földjén található. És talán pontosan ezért van a pszichés tényezőknek óriási szerepe. Amikor például a tapadós kezet, azt láthattátok, hogy szinte ott van a rátapad az ellenfél, és szinte lerázhatatlan, és leforog, kicsúszik, kitér, de mindig ott van a közelében, és keresi a réseket, keresi azokat a pontokat, ahol át tud törni. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak fizikai felkészülés, hanem egy olyan pszichés felkészülés is, ami szinte bele kódolja a Wing Chun küzdőbe azt, hogy állandóan közel menjen, és állandóan azokat a pillanatnyi réseken próbáljon betörni. Azt mondtam, hogy a gyengébb, az elesettebb meg tudja védeni magát az erősebb, nagyobb támadóval szemben. Ez minden küzdősportban megvan, vagy a Wing Chunban talán még hatványozottabban? Hát miután nők alapították, és az ő anatómiájukra volt ez szabva, miután az egész küzdelmi gondolat, ugye két férfi tud nagyobb távolságról is küzdeni egymással, hogyha körülbelül azonos a súly. Általában, hogyha egy nőt támadnak, meg mindig ő van súlyhátrányban. Nem az övé a kezdeményezés, nem ő dönti el a helyet, nem ő dönti el az időt, nem ő dönt el szinte semmit. És amikor általában a Wing Chun elkezdődik, akkor innen indul. És emiatt a Wing Chunban kimondottan ez a fő gondolat, hogyha egy nagyobb erejű ellenfél jön, nagyobb tömeggel, nagyobb ütő és rúgó erővel, akkor azt hogyan tudom úgy feloldani, hogy az szinte az ő erejét fordítom vissza rá. Vannak ilyen iskolák még, akik ezt használják, de ilyen dinamikával is. A villámgyors akciókkal, ami az ellenfél gyenge pontjait célozza, ez is jellegzetesen női gondolat. Én nem hiszem, hogy túl sok lenne. Az, ahogy gyors mozdulatokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy inkább a fiatalok harcművészete? Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy az ellenfél gyenge pontjait megtalálni, és oda a megfelelő pillanatban, a megfelelő fegyverrel, a megfelelő testi fegyverrel bevinni a talált, én azt gondolom, hogy ezt idősebbek is meg tudják tanulni. Mit szokott mondani, hogy miért próbálják ki a Wing Chunt? A Wing Chun egy gondolat, egy érzés, egy életfelfogás, egy életmód, egy életstílus. Tulajdonképpen a Wing Chun maga az élet.